Kisrác koromban, mint minden más gyerek, én is nagyon szerettem volna kiskutyát, de sajnos mi nem kertes házban éltünk, ezért erre nem volt lehetőség. A későbbekben meg is harapott egyszer egy kutya, úgyhogy elég vegyes érzelmeim voltak a kutyatartással kapcsolatban. De úgy érzem egyébként, hogy mostanra megélett bennem a gondolat, hogy talán bevállalnék egy saját kutyust. Labrador, egy hónapos, nem, tacskó, hosszú szőrű, biztos, hogy nem. Német dog, tuti, hogy nem, hát az ki fog enni a vagyonomból. Német juhász, túl nagy, francia bulldog, az cuki csak röfög állandóan. Vizsla tessék, 4 hetes, hamarosan elhozható, csővár, nincs olyan messze tulajdonképpen. Jó, hát akkor hívjuk fel Katit, gondolom ő a tenyésztő. Üdvözlöm. Nem biztos, hogy jó helyen járok. Én nagyon gondolkodom egy kis vizslán, és azt mondták nekem, hogy önné az egyik legszebb kennel az országban. Nem tudom, hogy tudná ebben segíteni. Vannak jelenleg kiskutyáink, 6 hetesek, 9-en vannak. El lehet jönni, meg lehet nézni őket, most már mutogatják is magukat. Elsősorban vadászoknak adok el. Hobbi célra szeretném. A vadászathoz megmondom őszintén. Én sok közöm nincsen, illetve semmennyi tapasztalatom nincsen benne. És mivel foglalkozik pontosan? Hát színész vagyok. Tehát akkor színész. Így van. Ez a színészet, ez milyen elfoglaltsága, napi szintű elfoglaltsággal jár? Vagy milyen szabadidőt enged? Elég rendszertelen, ami azt illeti. Esténként általában előadásaink vannak, de napközben ráérek, tehát tudom vinni sétáltatni, meg foglalkozni vele. Ahhoz, hogy együtt lehessen, normálisan együtt lehessen élni a kutyával, fontos kialakítani a rendszert az életükben. A napi séta akár, amikor a kutya úgy azt csinál, amit akar, esetleg beleiktatni kis fegyelmező feladatokkal. Telefonban beszélgettünk arról, hogy a vadászat, hogy mennyire áll közel hozzám, van-e tapasztalat, igen, vagy sem. Ez mennyire kritérium egy vizslánál, hogy az ember járjon vele vadászni? Nem alapfeltétel, de egyébként nagyon sokan jönnek hozzám úgy, hogy nem vadásznak, és aztán ugye azt látják, hogy a kutyának ez nagyon tetszik, ugye mégiscsak a lételeme, az ösztöneinek a kiélése, hogy így mondjam. Jó, tehát az a lényeg, hogy kéne neki mindenképp sok mozgás, el kéne vinnem sokat sétáltatni, igen, és mondjuk fontos az, hogy közel legyen a természet. Én városi vagyok, ez... Igen. Hogyan valósul meg mondjuk a városban. Ugye ezt beszéltük, hogy kertes ház alapvetően. Az, hogy város vagy éppen falu, vidék, az ebből a szempontból mindegy. De hogy viseli azt mondjuk, hogyha nincsen közel a természethez, mondjuk egy erdőhöz vagy réthez, ahol tud futni, teljesen szaladni? Teljesen jól, megszokja, uh-huh, hogy kocsiba ül. Esetleg meg tudjuk nézni a szülőket? Persze. Itt van a szülőpár, a mama és a papa. Gyertek ki. Nagyon szépek egyébként. De nekem leendő kutyatulajdonosként milyen tulajdonságokat kell megvizsgálni? Hogy... Ugye az elsődleges az, hogy mennyire nyitottak, mennyire közvetlenek, emberközpontúak a kutyák, nem félősek, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kritérium, kiválasztási kritérium, hogy a szülők, elsősorban a szülők ne legyenek félősek, utána a kiskutyáknál is hasonlóan. Kinézetre ilyenek lesznek majd a kicsik? Tehát... Hasonló, várható az ő kinézetük. Van egy-kettő, ami már látni, de leginkább a szőr minőséget látom egyelőre, hogy hasonló lesz, mint a szülőknek. Engem mindenképp megvettek. Azt gondolom, hogy nekem pontosan egy ilyen vagy hasonló kutyára van szükségem. Úgyhogy szerintem nézzük is meg a kicsiket esetleg, jó? Rendben. Itt vannak bent. Igen. Igen. Na gyertek, babukám. Hát szervusztok. Gyertek. Az igen. Gyertek. Ő jött ide elsőként, ez mit jelentő lesz a kiválasztott? Hát nem lehet, tudom mi a... Lehet ez egy szimpátia, igen. Van olyan küllemi jegy, ami már most elmondható, hogy megfelelő? Vagy esetleg még ilyenkor nem lehet megállapítani? Még ez korai, igen, mert még ugye nem nőtt ki teljesen a szőrük. Ugye ezt a fajtát a vadászatra, munkára találták ki, úgyhogy azért célszerű, hogy ne menjen bele annyira a tüske. És ha rövidebb a szőr, akkor könnyebben kijön. Könnyebben ki fog jönni. Viszont mégiscsak ellenállóbb időjárásnak, környezeti viszontagságoknak. Na mi legyen, kis pajtás, te leszel? Ő nagyon-nagyon jön, nagyon nyomul. Az összes nagyon-nagyon kedves, meg aranyos, meg gyönyörűséges, de szerintem mi leszünk a jó pajtások, igaz? Őt viszem. Oké, rendben. Mikor vihetem el? 2 hét múlva. 2 hét? Amit még várni kell. Rendben, valahogy túlélem. De addig ígérje meg, hogy senki másnak nem adja oda. Rendben, jó? Így lesz.
Az egész kenelépítés igazából a Katinak az ötlete volt, illetve a javaslata. Azt mondta, hogy szerinte a kutyának mindenképp jót tesz, és nekem is, hogyha van neki egy külön rész kialakítva. Nálunk itthon nem volt kenel, miért is lenne, hiszen ő az első kutya. Ezért úgy döntöttem, hogy nekiállok, és én magam megépítem ezt a kenelt. YouTube-on előtte megnéztem egy csomó ilyen videót, ilyen hogyan csináld videót, és ott nagyjából elmondták, hogy mire van szükség, mire figyeljek oda, mik azok a praktikák, amik buktatói lehetnek mondjuk ennek az egész történetnek. És aztán elmentem a közeli barkácsboltba, és megkérdeztem egy úriembert, mert fogalma nem volt, hogy egyáltalán jobbra vagy balra induljak el. És ő segített összeszedni azokat az alapanyagokat, amire szükség van. Elmondása szerint ezt 2 óra alatt össze lehet rakni. Volt az 8 is. De mindegy, a lényeg, hogy megvan, és szerintem egészen jó lett. Jöjjön ez a papírmunka. Igen. Először is szeretnék kérni egy nevet és egy címet, hogy tudjam, hogy hova kerül a kiskutya. Rendben. Jó helyre kerül ez egészen biztos. Oké, remélem, ha bármi probléma van, nyugodtan hívjál föl. Itt van a kutyusnak a törzskönyve. Igen. Teljes nevén Csőváberki Fátyol, születési dátum. Itt van a csipszám, ezek a fontosabb, ugye a szülők, oltási könyv. Mikor kell vinnem oltásra legközelebb? Ugye a második oltást kapta. Szerintem elviszed az állatorvoshoz, és akkor ő megmondja, hogy milyen oltási program szerint kell oltani a kutyák. Jó, nagyon köszönöm. Bármi van, nyugodtan hívj. Rendben. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kicsit beállottunk így útközben. Azt tapasztaltam, hogy kaja után általában megy a focia, hogy ez normális ebben a korban, vagy valamit rosszul csinálok, az is lehet. Első számú gyanúsított ilyenkor a táplálék, tehát azt kéne átbeszélnünk, hogy milyen táplálékot kapott. Hogyha új tápot ad neki, mindenféleképpen javasolt egy párnapos átmenetet biztosítani. Ez úgy néz neki, hogy megvan az új táp, meg a régi táp is, és elkezdeni összekeverni, először egy kis mennyiséget, utána pedig egyre többet. Közben átnézem őt, jó? Jó. Illetve hát olyan apróságot megcsinálunk, mint a karomvágás. Ezt otthon ne csináljunk, ugye? Hát én nem javaslom, mert el lehet rontani. Figyelj, sokkal bátrabb vagy, mint én, komolyan. Na hát akkor picit átnézzük még a kiskutyát, fülecskét, szemét, fogait. Hát igen, itt van mit tisztítani rajta, de ezt is megoldjuk mindjárt. Na nézzük a fogacskáit meg. Hát a bőrében nézzünk még bele. Nincs benne élősködő bolha, nem korpás, szép egészséges. Nagyon szép kiskutya, gratulálok hozzá.
Szép napot! Jó napot! Szia! Elnézést, be van oltva? Csak... Be, be. Elnézést, csak kicsi még, nem igazán voltunk idegennel. Megsimogathatom? Persze. Ha megengedik. Parancsolj! Nagyon cuki. Ő pedig a te kutyád? Igen. Hogy hívják? Durci. Durci. Nem durcás azért? Nem. Nem? Sokat járnak erre? Nem, ez az első alkalom. De nagyon tetszik. Van valami, amit mindenképp érdemes megnézni? Ha szereti a vizet, akkor mindenképpen nézzék meg a paprikás patakot. Szuper. Az merre? Merre van? Előre, aztán egy kicsit jobbra meg fogják találni, gyönyörű vízesés is van. Köszönöm, akkor ezt mindenképp megnézzük. Szerintem találkozunk majd még. Remélem. Szia, Pajti! Nőjön nagyra! Szia, Durci! Örültem! Viszlát! Mi is, viszlát! Szia! Ivánnal ugyan már nagyon sok éve jó barátok vagyunk, most először próbálunk közösen egy olyan darabot, amiben mind a ketten játszunk, és hát egy kicsit tartok tőle, hogy milyen lesz. Fátyom, mert közben otthon van egyedül, és félek tőle, hogy szétszedi a lakást, meg az összes berendezés, meg szétnyál az mindent. Ezért őt beraktam a kennelbe, és amíg én próbálok, addig ő ott van egyedül, és hát nem tudom, hogy fogja ezt viselni, de hát sajnos nincs más lehetőség. Én azt gondolom a városi vizslatartásról, hogy azok a kutyák, akik megfelelőképpen napi szinten rutinosan, rutinszerűen le vannak mozgatva, le vannak fárasztva, nem okozhat gondot a lakásban, városban tartás. És jöhetnek a kések, kardok! Jó lesz ez. Ja. Figyú, nem is meséltem. Mesélj. Van egy kutyám. Jól van, tudom, mit gondolsz, de belevágtam, beleszerettem, ez van. Gondolom, hát a kutyák nagyon aranyosak. De te is bírod. Én nagyon bírom, de... És nem szeretnél egyet? Hát szeretnék, de hát szerinted önmeli az élet mellé, hogy lehet beválni? Felelősséggel, érted? És milyen fajta? Vizsla. Ráadásul, tudod, tudod mekkora? Ekkora, figyelj, ekkora. Jó, most, de érted, amikor nagy cuki. Lesz, akkor... Lerakod tudod, magad mellé, Xboxozol, és oda jön hozzá, és elkezd nyűszíteni, meg beléd harapni, tudod, mekkora cukiság? Hát jó van, hát te tudod, ez a te döntésed. Én nem merném bevállalni, ez biztos. Figyelj, ez egy rohadt nagy felelősség. Pedig szereted a kutyákat. Nagyon szeretem a kutyákat, imádom őket, úgyhogy ne is mutasd meg nekem, légy szíves, mert a végén még én is elcsábulok, de... Figyelj, te szereted a kutyákat, én de szeretem. Nem vállalnál be kutyát. Nem. Nekem viszont van egy kutyám, akire nem tudok mindig vigyázni. Itt jössz te a képbe. Segíts ki. Néha, nem mindig, csak hogyha nem érek rá, mondjuk próba van, forgatás van, akkor átpasszolom neked, te pedig bele vagy fél napot. Na, figyelj, nekem ezen gondolkodnom kell. Legalább egy éjszakát. Hát nem azért, kell. Mert muszáj. Egy nap, figyelj, egy nap. Nem már. Dehogy nem. Holnap együtt lesztek, aztán eldöntöd, jó? Egy nap. Jó, egy napot oké, és akkor meglátjuk. Aztán meglátjuk. Na jó. Kösz, haver. Egy nap. Nem vagy semmi, hallod? Tudom. Szevasz. Szevasz. Meghoztam. Köszönöm. Hát szia. Szervusz, mondjad. Nagyon rossz kedve van, látom. Nem, jó kedve van. Figyelj, bármi van, csörögjél, légy szíves, jó? Miért vállaltam el ezt a kutyát? Jó kérdés. Magam sem tudom a választ. Talán segíteni akartam egy bajba jutott cimborán, aki kőkeményen fűzött, hogy nincs ideje, és segítsek rajta. Meg hát nyilvánvalóan sejtettem, hogy lövése sincs, hogy mit kell kezdeni egy kutyával. Nem, mint a nekem lett volna persze, de hát azt gondolom, hogy nem egy ördög lakat. Meg úgy azt éreztem, hogy talán érzékem is van hozzá. Valahogy úgy belül valami hívott, és megszólalt a versenyszellem. Oh.
Aranyos, ugye? Persze. Nagyon. És hogy hívják? Baba. Fátyol. Fátyol baba. Szevasz, Ernőként. Na, mi a helyzet? Hogy vagy? Itt vagyunk a strandon, mi? Idegen kutyáknak dobálok labdát. De igen, igen, találkoztam pár rajongóval, de nem lényeg. Tanulom a szöveget is, ahogy ne tanulnám. Te a saját szövegeddel foglalkozzál, jó? Nem, nem etetek vele túrós palacsintát, sem nutellásat, egyáltalán semmilyen palacsintát. Én ettem. Dehogy is, csak így sem, pontosan tudom, hogy attól kinyitvan. Dehogy akarok én neki rosszat, tehát kutyatápot itt lehet venni, akkor ez szuper profi a hely, hallod? Vettem neki kutyatát, de nem úszás előtt, mert még nem is voltunk bennúszni. Én tudom, hogy attól megcsavarodik a bele. Éppen fogod viszont látni a kutyát, jó? Szia! Hello! Sziasztok! Minden nap nézzük a sorozatot, amelyikben játszol. Igen. Te vagy a kedvenc karakterünk. Esetleg aláírnál nekünk, Léci? Nagyon szívesen, persze. És mit írhatok rá? Briginek és Barbinak. Briginek és Barbinak? Sok szeretettel. Parancsoljatok! Köszönjük szépen! És még esetleg egy selfie? Hát persze, azt is, az is bele. Hogyne, hogyne. Köszönjük. Mivel rájöttem, hogy egyedül nem megy, ezért megkértem Katit, a tenyésztőt, hogy segítsen felkészíteni Fátyolt, hogy teljes értékű vadászkutyává váljon. Fátyol, itt az idő, hogy a játék mellett elkezdjünk egy picit a tanulással is foglalkozni. Mivel érdemes szerinted, Kati, így az erdőben elkezdeni ezt az ismerkedést ezzel a világgal? Sétával, sok-sok sétával. Elengeded, hadd menjen, mocorogjon, szagoljon, találkozzon, érezzen, szeresse meg, az a legfontosabb. És mondjuk az ül, marad, pacsitat, fekszik, ezeket a készségeket mikor érdemes neki megtanítani? Az ül, fekszik, az szépen lassan el lehet kezdeni, kiskutya révén, jutalomfalattal, igen. Célszerű. Tehát inkább a jutalomfalatot javaslod. Van, aki ezt a klikkerre esküszik, azt is olvastam. Igen, ebben az esetben, tehát egy kiskutya esetében inkább a jutalomfalat a célra vezető. Az a jó, hogy amiatt ő van, azóta én is többet járok ki a természetbe, és ez nekünk tök jó. Igen, igen, ennek ez a célja. Igen. Ez a célja egy ez ilyen adok-kapok, nem? Igen. Egy picit. Igen. Én folyamatosan arra törekszem, hogy Fátyolt következetesen neveljem, de attól tartok, hogy Ivánnak a lazaság az egésznek a kárára megy majd. Kell néha kikapcsolódni a kutyának is. Hát nem igaz, hogy mindig csak katona ez a kutya? Vagy micsoda? Semmi humora nincsen a gazdának, akkor a kutya is olyan humortalan lesz, mint a gazdája. Hát kell egy kis jó érzés a kutyának is. De amikor megtudtam, hogy ugye Ernőnek van egy jó barátja, aki segít Ernőnek ebben a kutyanevelésben, kutyatartásban, akkor egy picit azért elbizonytalanodtam, mert nem mindig szokott ez jó lenni.
Két sört kérnék, jó? Vagy hármat? Kettő. Elég a kettő. Köszönjük szépen. Figyelj, milyen volt a könyv te? Amúgy. A antikváriumra gondolsz? Jó, ott is van könyv, akkor meg ugyanaz. Képzeld el. Igen. Hogy különösen kedves volt egy nagyon igen. Hambas. Hambas kis hagyos. Leány irányában. Hány éves kis leány? Annyira el volt ragadtatva tőle, hogy ezt nem tudom neked elmondani. Lenyűgözte őt. Milyen meglepő. De tényleg. Mondjuk, ha lemész vele pisi kaki, akkor csak azért mész le, vagy mondjuk leviszed azért, hogy csajozzál közül. Figyelj ide, azt gondolom, hogy ő is pisil, és elvégzi a dolgait, és te is elvégzem a dolgait. Amúgy egyébként én is azt látom, hogy mióta megvan, hogyha megyek vele sétálok, akkor jobban megfordulnak a csajok. Ez ilyen csajmágnes szerintem a kiskutya. Az, hogy mi Ivánnal most tulajdonképpen közösen neveljük Fátyolt, egy picit aggaszt, megmondom őszintén, mert attól félek, hogy a mi viszonyunk az nem lesz az igazi. Lehet, hogy jobban fog majd kötődni Ivánhoz. Sokáig gondolkodtam azon, hogy mi lehet a jó megoldás ebben a problémában. Aztán eszembe jutott, hogy felhívom az ország legjobb etológusát, ő biztosan tudna segíteni. Ahogy leültünk, egyből kiszúrtam az asztalon ezt a gyönyörű szőlőt. Ez saját? Igen, saját kertünk, parancsolj. Akkor ezt megkóstolom. Nagyon finom. Egyébként Fátyolnal most közel fél éve vagyunk együtt. És gondoltam, hogy most már elérkezett a pillanat, hogy egy picit elmélyítsük a kapcsolatunkat, azért is kerestük fel önt. Nyilván minden gazdának az életében eljön az a pillanat, amikor elkezd attól félni, hogy esetleg a kutyája elhagyja, hogyha szabadjára engedi, vagy valaki az elkezd majd jobban kötődni, és egyszer csak nem jön vissza. Igen, a legtöbb kezdő gazda, akinek még nem volt kutyája, attól fél, hogy megy az utcán, sétál, és ha elengedi a kutyát, akkor elmegy, és többet nem jön vissza. Ennek semmiféle komoly alapja nincs, tehát akinek már volt kutyája, az tudja, hogy a kutyák nagyon szeretik a gazdát. És mi a ELTE etológiai tanszékén ezt tudományosan is vizsgáltuk, hogy vajon a kutyák ember szeretete az bizonyítható-e tudományosan, és az derült ki, hogy egy kis kutya, ha választani lehet egy idegen ember és egy másik idegen kutya között, akkor mindig az embert fogják választani. És ez több hasonló kísérletből az derült ki, hogy a kutyáknak van egy vele született ember szeretete. Tehát az ember, az fontos nekik, figyelnek rá, oda mennek hozzá. A Fátyolla közös életünk annyiból speciális, hogy én színészként dolgozom, és elég sok elfoglaltsággal jár ez a szakma, és nekem a legjobb barátom az Iván ilyenkor kisegít, és tulajdonképpen mi ketten neveljük a Fátyolt. Ez az ő életében okozhat bármilyen változást, vagy érzékelhet valami olyasmit, hogy ketten, tulajdonképpen két gazdája van neki. És hogyan tudom őt abban megerősíteni, hogy a gazdája az én vagyok? Tehát itt a szeretet a kulcs, vagy a törődés, vagy az az idő, amit együtt töltünk, hogy az hozzám kösse őt inkább, mint hogy az Ivánhoz. A kutyák nagyon jól meg tudják különböztetni, hogy ki az igazi gazda, és kihez kötődnek elsődlegesen. Ez a szeretet függvénye, tehát nem etetés, nem az, hogy ő van vele többet, hanem az, hogy megkapja-e azt a szeretetet, amit vár, akkor ez egy egyértelmű dolog, és nagyon könnyen elfogad másokat, akik az ember életében részt vesznek. A Fátyolra elkezdünk vadászni, úgy döntöttünk, mert rengeteg olyan adottsága van, ami ki kéne akázni. És jól gondolom azt, hogy ha picit elmélyítem a mi kapcsolatunkat, akkor ez akár a vaddalászat kapcsán is sokkal előnyösebben tud működni, és sokkal eredményesebb tud lenni majd. A kutya az, amikor eszközként használják, akkor eszközként viselkedik. Ha viszont emellett valaki megbarátkozik vele, szereti, akkor ő is másképp viselkedik. Tehát a kutyák ilyen szempontból érzelmileg rendkívül értelmesen viselkednek, és úgy kezelik a helyzetet, ahogy az érzelmileg a legmegfelelőbb. Felébredtél? Bocs. Figyelj, óriási szívességet akarok kérni. Tudod, hogy nem szoktam? Igen, van egy kis gáz. Le kéne menni Fátyolla a Ráckevére egy klubkiállításra. Azt hiszem, hogy a leány vár fogadó.
Igen, elfelejtettem, ez van, be kell mennem egy castingra, és tudod, hogyha ezt nem vállalom el, akkor a következőt se kapom meg. Igen, ez a deal. Na, lényeg a lényeg, hogy ne vegyél fel semmilyen beach szelkót, jó? Hogy mi az, hogy miről? Tudod, strandpapucs, atléta? Nem, nem kell szalmakalap se, léci. Ezek vadászok. Jó napot! Jó napot! Szép jó napot! Jó napot kívánok! Szép napot! Üdvözlöm! Iván vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy hogy megy itt a menet. Én beugró vagyok, és fogalmam sincs, hogy felvezetés, vagy hogy... Örömmel üdvözöllek itt a kutyás táborban. Köszönöm szépen! Itt tulajdonképpen egy küllemvírálat van. Aha. Végig kell menni a ringbe, és a bíró el fogja mondani a véleményét. Uh-huh. A kutyáról állásba, mozgás közben fogja a bíró bírálni. Futás is van? Igen, igen. És nekünk futnunk kell vele? Természetes. Tényleg? Ez benne a kutyásport. Komolyan? Mi a különbség, hogyha már... Látom, hogy szakemberbe futottam azért, igen, hogy a drótszörű és a sima közt. Tulajdonképpen a vadászat miatt alakult ki a drótszörű, tehát a vadászaton jobb a drótszörű, ellenállóbb, egy kicsit robosztusabb, jobban mint védi, a rövidszörű. Nyilván a... Vízi munkánál nagyon nagy előny, télen főleg a vadászatnál, tehát ez egy óriási előny. Az volt a tenyésztésnél az igény, hogy tartsuk meg azt a belső, nemes belső tulajdonságot, ami a rövid szövőre jellemző. Felvezetésnek az a lényege, hogy szépen harmonikusan mozogjon, mert mozgás közben bírálják. Ennek a lényege, hogy a felvezető pórázt a koponya és a nyak találkozásánál lévő gödörbe kell betenni, így könnyen kezelhető a kutya. Mert ha lecsúszik a nyakra, akkor a kutya akarata érvényesül, igen, és nehéz fölvezetni. Így viszont könnyen. Én attól tartok, hogy így is. A kutya akarat érvényesül. Ez az első felvezetésnek a rutintalanság. Jó, rendben. Majd a többi kiállításnál már menni fog. Akkor kezdjük el, Kati. Mi a feladat? Ugye bevezetjük a légszimatos keresés feladatba, mint olyanba, aminek egyrésztről ugye ki kell menni a kutyának, a vég az az, hogy 50 lépésre, és a másik fele pedig az, hogy amit kint megtalál a mezőn, vagy akárhol, azt ő neki feltételek nélkül, tehát anélkül, hogy te mondanál neki bármiféle vezényszót, vissza kell hozni, a terítékre kell hoznia. Jó, tehát akkor most azt kezdjük el gyakorolni, hogy amikor azt mondod neki, hogy előre, akkor ő előre fusson. Jó, úgyhogy most maradtok, okay, és úgy, hogy látja a kutya, én kiteszem a vadat, és visszajövök, és akkor mondom, hogy mit kell csinálni. Rendben, jó? Oké. Jó, leveszed róla a pórázt, igen, ül. Leveszed róla a pórázt, marad. Marad. Jó, marad. Megfogod a nyakát, igen, megpaskolod a mellkasát, és előre. Előre! Ül. Ül. Fátya, ül. Ül. Nem. És vegyem el? Vedd el tőle, légy szíves. Dicsérd meg először, jól van. Vagy, jól van. Jó, és vedd el. Jó. Még kicsit játszik vele. Ügyes. Mire készülsz, Kati, ezekkel az eszközökkel a kezedbe? Ugye most megkezdjük a vércsapának, az erdélyi munkának a vércsapának a gyakorlását. Ugye csapának hívjuk a nyomot, amit hagy maga után a vad. Itt ugye vezetéken kell neki menni. Csinálok egy rálövés helyét. Ugye itt esett el a vad. Na mi van? És ugye bal oldalon van a kutya,
Igen. Kilépsz és Csapa kerest. Lemutatsz neki, Csapa kerest, és mész vele. És mész vele. Mész vele. Megyek vele? Jó. Engedjem, hogy menjen, egy ugye? Egy picit, igen. Keresd. Úgy, és nincs nagyon most fegyelem, nem ültetünk, nagyon csak ügyes vagy. Játszol vele. Nagyon ügyes vagy, áll ide. Arra építjük azt az egész csapakövetést, hogy a végén van ez a nagy játék, és ő ezért jön, ő ezt ebből tanulja meg, ez motiválja őt, hogy azért megy, hogy ott a végén ott lesz valami nagyon jó igen. dolog. Akkor ezért is fontos a visszaigazolás, hogy érezze, hogy van értelme ennek, pontosan, hogy ügyes legyen. Pontosan. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyarországi Drótszőrű Magyar Vizsla Tenyésztők Egyesületének az idei első rendezvényén. A mai napon vízimezei vizsga, alapvizsga és tenyészszemle kerül megrendezésre. Most mi lesz, Kati, ez a küllemvizsga, ugye? Igen, most ugye először küllemileg megvizsgálják, hogy tenyészthető vagy nem tenyészthető. Csak és kizárólag küllemi jegyeket néznek. Gondolom megnézi a szőrét, megnézi, hogy hogyan szalad a testtartását. Igen, itt a tenyészszemle bíró az először a fogait nézi, megnézi, hogy minden foga meglegyen a kutyának. Nálunk szerencsére minden fog megvan, igen. És szép fehér igen, foga. Igen, igen. Szerintem fátyol következik. Jó méretű, fejlődésben lévő fiatal szuka. Jó fogazat, szép sötét szemek, jó ívelésű nyak, jó mellkasmélység. Jó törzshossz, jól tűzött farok. Egy oda-vissza mozgást kérnék még. Lendületes, dinamikus mozgás. Gratulálok, tenyésztető! Gyakorlatilag, ha az elhozások számát nézzük, akkor háromszor kell a kutyának ugye aportírozni. Ahogy nézegettem a többieket, kétfajta habitusú kutya van, legalábbis az én véleményem szerint. Van, aki nagyon kimérten lassan megy és keresi a vadat, van, aki meg, mint akik kilőttek volna ágyugójóként is szalad ezerre, ő a fátyol szerintem. Igen. Ez hátrány vagy előny? Igen, ez egy picit a hátránya megkapkod. Melyik a fontosabb most nekünk, a vízi vagy a mezei? Mindegyik egyformán fontos, ugye nyilván mezőn azért van több, mert ugye többféle lehetőség van, mint egy vízi elhozásnál. Fátyoltól egy nagyon szép munkát láttunk, köszönünk szépen. Vízkedvelésre 4-est, maximális pontot kapott, és vízi elhozásra szintén. Tisztelt bírósporttársak, Noecki Katalin, Csővárberki fátyollal a feladatra jelentkezem. Kiértékeltük a látottakat, érdeklődés lőtt vad után 4-es osztályzat, fogás-elhozás 4-es, csapakövetésnél látunk itt olyan hibát, amit te vontunk, itt 3-as osztályzatot adtunk. Gratulálunk, szép munka volt, egy lendületes kereséssel, egy szép vadmegállással a végén. Köszönjük szépen a türelmeteket, és akkor most kihirdetnénk az eredményeket. Az alapvizsgával kezdjük. Azt el kell mondanunk, hogy a mai napon 18 alapvizsgás és 13 vízimezei vizsgás kutya érkezett, és mindenkinek sikerült a vizsga.
amikor elmentünk először vadászatra, és először találkozott a vadászattal, akkor azért kiderült, hogy elég sok van benne, és olyankor esküszöm, olyan volt, mintha bekapcsoltak volna nála egy gombot, és átváltott volna a vadászkutya üzemmódba. Tehát akkor láttam igazán, hogy mennyire a génjeibe hordozza ennek a fontos tevékenységnek minden egyes elemét. És akkor jöttem rá arra is szintén, hogy talán nekem is el kéne gondolkodni rajta, hogy letegyem a vadászvizsgát, mert azt gondolom, hogy akkor tudnánk mi ketten igazán elmélyülni, igaz? Akkor tudna kialakulni az a kapcsolat, amiről eddig csak hallottam, eddig csak mások meséltek, de most már talán kezdem én is megérteni, hogy miről is szól ez. Na, Kati. Akkor ma vízimezei vizsga. Uh-huh. Már mindjárt jönnek a bírók, és akkor megkezdjük a regisztrációt. Ugye a múltkori vizsgán, az alapvizsgán ott a öröklött ösztönös tulajdonságok vizsgálatán volt a fő hangsúly. Most pedig már azért tanított dolgokat kell csinálni, ugye amiket csináltunk. Ugye úgy lesznek a helyszínek, hogy mező egy, tabad megállás, igen. És akkor a mező kettő, a lövés utáni munka két részre van bontva, a légszimat és a vonszalék, és akkor vízi munka. Kedves vadászkutyás barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit Baranya megyébe Martonfán a mai vadászkutyás rendezvényen. A mai programban alapvizsga, vízimezei vizsga és tenyészszemle szerepel. Bírósportársak Novecki Katalin, Csővárberki Fátyollal a feladatra jelentkezem. Köszönjük szépen, Kati, ismered a feladatot? Igen. Akkor elkezdjük a munkát. Jó. Sportársak Novecki Katalin, Csővárberki Fátyollal a feladatra jelentkezem. A feladat ismert? Igen. Feltétlen elhozás, parancs nélkül kell a kutyának elhozni a kihűlt vadat. Novecki Katalin, Csővárberki Fátyollal a vonszalék feladatra jelentkezem. Novecki Katalin, Csővárberki Fátyollal a vízi feladatra jelentkezem. Az első feladat a hajtatásnádban és a lőtt vad megkeresése, illetve elhozása. A második feladat rész a mélyvízből való elhozás, és a munkakedvet, még a vízkedvelést bíráljuk még. Az első feladat rész a kajtatás nádban 4-es osztályzat. Nagyon szépen, elég mélyen átkereste a kutya a nádat. Kicsit közel esett le a madár a széléhez, de így is meglett. Jó szépen ráfordult a széllel a madárra, meghozta. Az elhozásnál egy parancs volt, de az ennél a munkafázisnál belefér. Úgyhogy az is 4-es osztályzat, és látott a kutyán, hogy kedveli a vizet. Köszönöm. Szívesen ment be. Köszönöm. Köszönjük. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük.
Köszönjük. Először is szívből gratulálok mindenkinek, aki bármelyik feladatot, vizsga feladatot ma teljesítette, legyen az alapvizsga vízimezei, és esetleg sikerült még a tenyészszemle is. Megköszönöm mindenkinek a kitartást, elég kemény nap volt, és legfőképp köszönöm a bíró kollégáimnak a mai napot. Fátyollal már ismeritek egymást? Nem, úristen, nem is tudtam, hogy van egy kutyád. Nem tudtad? Nagyon aranyos, nem? Mikor vetted? Egy olyan sráctól vettem át, aki... Hát, aki nem ért rá. Nem ért rá a kutyájára, amit egy kicsit így számomra furcsa volt, és megmagyarázhatatlan, de én azt gondoltam, hogy jó, akkor add ide. És aztán azóta az enyém. Azért is hívtalak el, mert szeretnék tanácsot kérni. Ugye ez lesz az első filmem. És nagyon izgulok. És nem tudom, hogy hogy zárjam majd ki a kamerát és azt a rengeteg embert ott. De ez normális egyébként, szerintem aki nem izgul, az hazudik. Vagy csak úgy csinál, és hogyha nem izgulsz, az nem is biztos, hogy jó. Ne arra gondolj, hogy most itt néznek, tudod, és egy dobozban vagyunk, és ott forog a kamera, stb., hanem tényleg próbáld meg átadni magad teljesen a szituációnak, és nyilván a szerep megformálása is nagyon fontos, hogy nem játszunk a szerepet, hanem éljük. És mi a módszered? Én meditálok. Apám is mindig ezt mondja. Fátyol mostanában egyre több időt tölt Ivánnal, és attól félek, hogy nem lesz jó vége. Tehát az egy dolog, hogy látom Fátyolon azt, hogy már nem úgy néz rám. Lehet, hogy csak beképzelem, de olyan, mintha egy kicsit talán elkezdte volna Iván gazdájának tekinteni, nem tudom. Tudja, hogy ad neki egy csomó édességet, amit megbeszéltük, hogy nem szeretném. Arról nem beszélve, hogy pizzát valtömi szerintem, meg hamburgerrel. Tudja, hogy nem figyel oda rá, egyáltalán. Meg nem tudom, sakkoznak, de nyilván úgy sakkoznak, hogy közben Fátyol megeszi a figurákat. Nagyon remélem, hogy nem lesz neveletlen Fátyol, mire visszakerül hozzám. Sajnos azok a kutyák, akik ugye városban élnek, keretek között tudnak csak mozogni, föl tudnak venni olyan szokásokat, olyan dolgokat, ami mondjuk egy vadászat során kevésbé előnyös. Mivel látom, hogy Fátyolnak milyen sokat jelent ez az egész, és milyen jól teljesít, ezért úgy döntöttem, hogy én is támogatom ebben, és leteszem a vadászvizsgát. Tehát látjátok, hogy ez egy vaddisznónak, egy süldőnek a koponyája, és ugye az előbb azt beszéltük éppen, hogy a vaddisznó táplálkozását tekintve minden evőfaj. Itt ha nézitek, akkor jól láthatjátok ezeket a gumós felületű zápfogakat. Ez azért is érdekes, meg azért is különleges ez a koponya, mert ez egy süldőnek a koponyája, tehát ez egy növendék példányé. Ami számunkra legérdekesebb a vaddisznónál, ezek az agyarak. Ezek az úgynevezett nagy agyarak, amik alulról nőnek fölfelé, az állkapocsból erre föl. Nyugodtan fogjátok kézbe, éles, hegyes, és ha megnézitek a végét, akkor látni fogjátok azt, hogy ugye nyitott a gyökere, tehát csöves a vége a csonnak. És amikor a kan támad, a vaddisznókan támadásba lendül, akkor ezt a zálkapcsát ezt félrehúzza, így alul, a szájzug az ugye kinyílik, de ezt félrehúzza, és a fejének a rendkívül erős vágó, hasító mozdulatával félelmetes sebeket képes okozni, akár az ember számára, akár a kutya számára. Csinálja azt, amit szeret,
és ha azt gondolja magáról, hogy ő egy vadász akar lenni, akkor hajrá, Ernő! Most pedig megtanuljuk szétszerelni szabályosan a billentyűsavi sörétes vadászlőfegyvert. Ehhez, ahogy kézbe vettem, semleges irányban azonnal ellenőrzöm a fegyver töltetlenségét, átnézek a csöveken, ellenőrzöm ugyanakkor, hogy nincs-e benne semmi nemű idegen anyag, amely csődudorhoz, csőrobbanáshoz vezethetne. Megkezdhetem a szétszerelést, ehhez a fegyvert össze kell zárnom semleges irányban, égnek emelvén visszateszem a munkafelületre, leveszem az előagyat a szerelt részeivel, újra elfordulva és földfelé irányozva a fegyvert szkottkulcs elfordításával, a baszkülből kiakasztom a csőpárat, és meg is történt a fegyver szétszerelése. Ellenőrzöm a csövet. Igen, két jó. Szó hangozzék el. Töltetlen a fegyverem, nincs benne idegen anyag. Így van, innentől kezdhetem a szerelést. Tökéletes. Így van. Levesszük az előagyat a szerelt részeivel. Elmegyek, hogy legyen semleges irányú. Szkottkulcs elfordításával kibillentem a baszkült a csőpára. Tökéletesen csináltad. Légy kedves, vedd kézbe ezt a virtuális fegyvert. Igen. A vaddisznó motívumra klikkelj rá, és elindul egy valós film. Tökéletes. Sokat elé. És látod, rögtön megállítja a filmet, kiteszi oda, hogy mennyit kell elé tartani. Az tökéletes. Tehát körülbelül ezek a tempók, amiket valóságban lövünk egy vaddisznó hajtásban, ott leginkább 30-50 méteres lövéseink lesznek. Mi a mai program, Kati? Megkezdjük az erdei munkának a fegyelmi feladatait. Az a tervem mára, hogy cserkelés, elfektetés és a viselkedés lőálláson feladatokat fogjuk gyakorolni. Ehhez kell majd ugye lőnöm is. Lőni fogsz? Igen, lőni szeretnék. Ugye a sörétes fegyverrel. Persze. Egészet. Azt a... Aha. Jó. Adjak muníciót? Belenézünk a puskacsőbe. Nem benne semmi, ez fontos. Jó. A fegyvert azt majd én kezelem. Én nem próbáltam ki. Nem. A cserkelés folyamata az ugye arról szól, hogy cserkelünk, szeretnénk vadászni a kutyánkkal. Erre szeretném megtanítani a kutyát. Ugye a kutya ugyanúgy fog mozogni, ahogy te mozogsz. Picit átéled azt, hogy most vadászol, mert ugye most effektív nem vadászunk. Gyere. Hogy állítom meg? Jó, te itt nyugodtan a kezeddel mutatod. Lassan. Ugye most ennek az lenne a lényege, hogy ne ijesszük el a vadat, tehát minél csöndesebben, közelítsük meg. Jó, és fektős le, légy szíves. Fátyol fekszik. Hív, Fátyol. Gyere vissza egy picit. Gyere. Mert ő egy kicsit előre gyere. Ment, tehát most még azért beszélhetünk. Igen. Csak ugye szoktatjuk hozzá, hogy minél halkabban, meg a kézjel, igen. Jó, elfektetés. Igen. A kutyának egy határozott marad vezényszó. Adjál, légy szíves. Marad, Fátyol. Marad. Kicsit határozottabban. Marad, Fátyol. Úgy. És akkor megpróbálunk úgy elbújni, hogy lássuk a kutyát. Hát akkor lőjünk, Kati. Illetve te lősz, én megnézem. Oké, rendben. Hová álljak? Teljesen jó vagy. Én állok egy picit. Kati, ezt nagyon szépen csináltad. Köszönöm. Úgy látom, hogy azért Fátyol nézzük meg. Teljesítette ezt az első lépcsőfokot. Úgy látom, a feladatot teljesítette. Igen. Jó, álljál mellé, légy szíves. Ide? Igen. Igen. Ültesd föl. Fátyol, ül! Gyere. Ül! Ül! Azaz, és nagyon dicső. Ügyes vagy, ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Most mit csináljak vele? Próbáljunk egy helyben maradni, vagy? Igen, viselkedés lőállásom. Ugye a feladat úgy néz ki, hogy a kutya fekszik. A végét mondom, hogy mi igen. A végcél. Kutyát lefekteted, kutyától egy másfél-két méterrel vele szemben megállsz. Marad vezényszó, egy határozott marad vezényszó. És a kutya mögött, az erdőben pedig egy ilyen vadászat, hajtás, imitálás, lövéssel, kiabálással, stb. Stb. És ugye a feladat az, hogy a kutya maradjon helyben. Na figyelj, kislány. Most marad, marad. Azaz. Hop, 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 hop.
Ott a madár! Es madár! Hop, 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 hop! Hop, hop, hop! Bele fogunk lőni? Igen. Ez egy 12-es kaliberű, bokrendszerű fegyver, sörétes fegyver, ami azt jelenti, hogy egymás alatt van a két cső, egy billentyűvel sütjük el először az alsó csövet, utána pedig még egyszer meghúzom, akkor pedig a felső csövet. Ezzel lőjük majd a korongot, fogd meg légy szíves a fegyvert. Az ég felé teszem, igen. Belenézek a csőbe, ellenőrizni kell a töltetlenségét, hogy idegen anyag nincs benne, ami csődudort, csőrobbanást okozna. Amikor ez megvan, leteszem és becsukjuk, ráemelem a csőre a tust. Tehát alulról? Alulról, ráemelem. Úgy van, aha. Nagyon jó. Felemelem a vállamhoz a fegyvert, célba vesszük a dobozt ott a domboldalon. Ráteszem az arcom, belebújok, tehát annyira, aha. Hogy összenézem a két fehér a két, aha, irányzékot, a két becset, így van. Amikor elindul a korong, a koronggal felveszem a kontaktot, utána elindulok a csővel. Igen. Tehát lekövetem tulajdonképpen? Ha benne van az arcod, utoléred a korongot és meglövöd. Én javasolom, hogy menjünk be a nagy torony alá és megkezdjük a koronglövészetet. Ez az egyes lőállás, bejövő korongot fogunk először lőni. Tessék vele tenni kettő darab töltényt, igen. Szépen másikat is. Jó. Előre a csövet, ráemelem a tust, belebújok és az ablak alá teszem. Kérem, hogy jöhet, fel vagy hopp. Menjen. Nagyon jó, gratulálok. Mit szólsz hozzá? Jó, még egyet. Ez olyan jó volt, hogy még egyet. Azonnal jöhet. Menjen. Úgy. Nagyon jó. A lőpor illat meg fertőz. Aki ezt beszippantja, az visszatér. Ez ott marad. Pújj bele szépen. Igen. Kiengedett, korongot nézed. Két igen, szemmel. Két jön. Szemmel. Jön, jön, jön. Jó. Gyönyörű. Gratulálok. Ha, lesz vadász vizsga? Hát, az biztos, hogy ennek folytatása lesz, mert ez nagyon. Ez megfertőzi az embert. Nagy torony, lőjük a négyesből először. Igen. Lekövetem. Kis torony következik, indul, utána jön a nyuszi, elmegy a nyuszi, ott meglövöm, elmegyek odáig, körülbelül egy harmad a félpályának, meglövöd, utána pedig indul a kis torony, kis azt is meglövöd. Kis toronyot majd itt lőjük meg. Igen. Értem? Igen. Nagy torony, kis torony nyúl, nyúl, kis torony dobli. Ezt nem kell megjegyezni, ezt mindig mondom. Jó, de hogy ez a sorrend elvileg. Igen, igen, igen. Világos. Az egyik gyerekkori cimborám, Ricsi, évek óta nyaggat, hogy egyszer kísérjem el egy vadászatra, és hát most eljött az alkalom, úgyhogy felhívtam, hogy menjünk ki nagyvadra. Ricsi, ez nagyon jó. Én mondtam. Ugye? Ugye, milyen jó. Tiszta csillhallod. Persze, nézz körbe. Ez a feltöltődés. Tiszta csillhallod komolyan. Kijössz, nyugalom, nincs nyüzsgés, nincs semmi. Csak a szép táj. És a legjobbkor jöttél, mert pont ez az idén, amikor úgy mindenre lehet igazából vadászni. Az nem azt jelenti, hogy mindenképpen kerülni. Nem. És minden körülnénk? Mit szeretsz lőni? Hát én szarvas. Én szarvas. Most pont. Ténye van ez az ősz, tél kezdete. Ettél-e már volt húst, vagy csak a csirkénél, vagy ilyen gyors kajákon ott otthon? Ettem, képzeld, ettem már étterem, nyilván nem volt olyan finom. Őzet. Őzet? Aha. És ízlet? Finom volt. Valamikor süthetné nekem szóval. Csönd már! Mi van? Nem látod. Egyfolytában csak beszélünk, az közben kijött a szarvas. Hát, az igen, az egy tavalyi ünő. Az mit jelent? Hány éves? Hát az egy másfél. És ez lőhető? Az lőhető. Ez lehet, ez jó. Ezt meglőjük. Na figyelj, lőjed, jó, mert el fog menni. Jó. Na. Fogd a kutyát meg. Fogom.
Csak meg sem veszte. Elszalad, de megvan. Pont belelépett lövéskor. Add egy kicsit. Nézd meg. Pont belelépett lövéskor. De eltaláltad. Ez. Utána megyünk? Tudom, már sem muszáj, persze. Jó, akkor menjünk, Ricsi. Meg kell keresni. Jó. Figyelj, aha. Aha. Ide nézz, fátyó. Nézd meg. Azaz. Meg leszed. Itt van be. Úgy néz ki. Na most van baj. Mi a baj? Elfogyott a nyom. Fel kell hívni a vérebest. Ajaj. Na mi van? Nincs a térerő. Ne szórakozz, Ricsi. És akkor most mi van? Hát akkor megyünk, kész, ennyi volt? Nincs pánik. Megoldjuk. Van is egy ötletem. Kit hívsz? Senkit. Csak ránézek. Keresett már valaha? Ügyes vagy! Gyere ide! Gyere ide! Ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy! Hát meg lett! Ügyes vagy, Pátyi! Büszke lehetsz rá! Szájába rakunk egy utolsó falatot. Második. Bekenjük vérrel ezt a levelet. Most ezzel letakarjuk a sebet. Így. Ezt ide berakjuk a kalaphoz. Kalapunkra rátűztük. Ez pedig Fátyolé, hiszen ő találta meg a szarvas. És így meg is adtuk az utolsó tiszteletet a vadnak. Egyszerűen elképesztően büszke vagyok Fátyolra, tehát annyira jól teljesít, én álmomban sem gondoltam volna, hogy idáig eljutunk. Na hát nagyon örülök, hogy el tudtatok jönni, ez szuper, hogy kicsit megünnepeljük ezt az első vadászatot, és hát szerintem főleg Fátyolt, mert Ricsi, ő volt a napsztárja, azt gondolom, a megmentő. Így legalább bizonyítható, hogy a magyar vizsla tökéletes mindenes kutya. Így van. Mindenes vadászkutya. Szóval azért is örülök, hogy így alakult ez a mai nap, hogy ilyen spontán kellett a Fátyolnak beugrani, mert nem volt időm izgulni. És ugye beszéltünk Kati többször arról, hogy nekem kell odafigyelni erre, mert a Fátyol megérzés átveszi. És most az élet felülírta ezt, és hát sikerült ezt nagyon sikeresen átvészelni. Hát bedobtuk a mély vízbe. Be. Na, akkor ígyunk Fátyolra. Gratulálok. Az eredményes munkára. Így van. Örülök, hogy látlak bele. Mit szóltok is ő? Ernőnek ugyanilyen kutyája volt, nem Iván? Melyik Ernőnek? Hát a színész haverodnak. Ja. És tudod, hogy miért? Mert ez a kutya, ez ugyanaz a kutya. Hát erre úgy próbáltam indult, utalni. Na, valóban az Ernőnél is volt a kutya, csak hát ő nem ért rá. És azt mondta, hogy vigyázzak rá, én egyszer, kétszer, háromszor, és amikor már azt mondta, hogy mi lenne, ha felesben nevelnénk, mert én, és itt jön a kulcsmondat, nem érek rá, nekem nincs idő. Holnap reggel feljövök, és mindent elmagyarázok, addig kérlek, ne izguljon, majd én... Bocsi. Holnap reggel feljövök, és mindent elmagyarázok, addig kérlek, ne izguljon, majd én mindent megoldok. Mindjárt felvétel. Jövök, egy perc. Ennyi idő még. Kész. Köszi. Jövök. Ez egy trauma volt a számára, hogy befogadták őt, és egyszer csak hirtelen nem volt rá idő. Nevelem a kutyáját, sőt, én kénytelen vagyok azt mondani most, hogy ez a kutya, ez az én kutyám, mert én nevelem.
most ahhoz képest, hogy azt kérted, hogy tanítsalak megkosarozni, elég jól nyomod, hallod? Igen? Na figyelj! Na mutasd! Hoppá! Ernő, itt tényleg nem akarnak kezdetni, csak jól vagy mostanában? Persze. Azért kérdezem, mert annyira keveset vagy most már a kutyával, annyira keveset lát téged, hogy lassan már nem is fog megismerni. Nem ismerlek, folyamatosan együtt vagyunk, ne viccelj. Most ezt mondhatod, de gyakorlatilag én egyébként melletted vagyok, én nagyon szeretem ezt a kutyát, tudod, és én tényleg kezdek hozzá én is már nagyon ragaszkodni, meg egyáltalán. Csak nehogy véletlenül elkezdjen téged elfelejteni, érted? Há, ne viccelj már. Pontosan tudja ki a gazdája. Most azért, mert néha kisegítesz azért, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve le van tolva a fejem. Jó. Miért? Rátad néztél már a szemébe? Látod, amikor velem van, hogy milyen a szeme, és amikor veled van milyen? Te vagy a kis haver, meg tök jó, meg bulisztok, meg pizza. Tudom, hogy hogy eteted, pontosan tisztában vagyok veled. Tudom, hogy bulisztok, tudom, hogy megy a csajozás. Most éppen ilyen zűrösebb időszak van, de ezt megbeszéltem, mert nem para. Tehát ennyi? Ennyi. Minden oké. Tehát látom, ugyanúgy szeret, ugyanúgy vár haza. Az biztos, nagyon hiányzol neki, nekem az az érzésem. Az a baj, hogy hiányzol és nem vagy ott. Tehát, hogy nem tudom, hogy tudod, ezt a kutyát végül is alapvetően te akartad, nem? Így van. És hol van? Nálam. Nem azt magyarázom, hogy te kevésbé vagy a gazdája, vagy bármi, mert... Ha nem? Csak nem akarod lenyúlni, ugye? A kutyát én? Aha. Hát figyelj, most úgy beszélsz, mint aki le akarja nyúlni a kutyával. Basszus, én azt szeretném, ha együtt lennétek. Most már sokkal régebben találkozom a kutyával folyamatosan. És te találkozol vele alig. A mi kapcsolatunk az nyilván soha nem lesz olyan mondjuk, mint az ő kapcsolat az Ivánnal, de az is egy kapcsolat, a milyen kis egy kapcsolat, a milyen kis különleges, meg az övék is. És igenis hagyni kell, hogy őt is szerethesse. Miért ne szerethetni az Ivánt? Mondjuk, miért szereted az Ivánt? Én akkor egy harisnyában vagyok? Én? Igen. Ez a második óra, úgyhogy cseréljünk füles, mert a haladóknak fekete fülvédre jár. Olyan? Csak gondolod, hogy mehet nekem már? Nem, nagyon jól jött. Tényleg, István? Igen, első alkalommal. Nagyon köszönöm, István. Hát figyelj, jó instruktorral azért lehet haladni. Na, hú, de hiányzott már. Mindjárt lesz lőporillat, ami a kedvenc, az nagyon... ez fertőz. Nagyon, aki ebből beszippant, visszatér a lőtérre. Igazad volt, ez tényleg hiányzott. Jó, mert megpróbálunk egy dublét lőni, jó? Próbáljuk meg, István. Menjen. Menjen. Úgy. Világos. Értem? Igen, itt gyorsabban kell. Kicsit lecsíptem belőle azért. Találat. Igen? Persze, ez találat. Szép volt. Akkor felnőttem a fekete füleshez. Igen, még egy. A legutóbbi klubkiállításra Iván kísérte el Fátyolt, mert én nem értem rá, és ott összefutott Povázi Ágoston kinológussal, drótszörű vizsla szakértővel. Mivel nem akarom állandóan Katit zavarni a kérdéseimmel, ezért megkértem Guszti bácsit, hogy menjünk el együtt vadászni. Az a kérdésem, hogy a pecabotot miért hozta? Bocsánat. Hallottad, hogy halastóhoz megyünk? Na, náhogy. Nekem meg azt mondták, hogy kacsázunk. Jó, de valamit enni kell. Há, világos. Na, tökéletes idő van egy kis pecázásra. Nagyon jó. Hát vadászni annyiból rosszabb, hogy nappal szembe kell lőni. Az mondjuk egy kicsit bonyolultabb, de bízunk benne, hogy lemegy a nap. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Kati most sajnos nem ért rá, de azért ez így is kalandos lesz, azt hiszem. Még nem tudjuk, hogy milyen hal fog ráakadni a horogra. Én már láttam úszkálni egy-kettőt. Az nagyon nem tudom, milyen fajta volt, de élt. Jó, az a lényeg. Úgyhogy aztán, ahogy megy le a nap, utána majd a kacsák elkezdenek húzni, akkor vadászgatunk. Fátyolnak akkor lesz a döntő szerepe. Igen. A lelőtt kacsáért be kell parancsra. Reméljük, ugrani, hogy be fog ugrani. Akkor biztos, hogy be fog menni. Kérdés, hogy ide jön-e majd hozzánk. Hát így szabályos egyébként, a vadászatnak azért vannak törvényei. Egy evezős lehet benn kutyával, igen, és egy vadász. Közben a kutyát is figyeljük, beszélgetésünk közben, mert szereti önállósítani magát esetleg.
Lehet, hogy már menne nagyon. Hát neki a várakozás egy kicsit strapás. Akkor beszéljünk a kacsázásról. Hogyan zajlik ez? A kacsa vadászat az ma egy kicsit meg lett bonyolítva ma már, mert egyedül a tőkés réce vadászható. Tehát ezeknél a tavaknál számtalan kacsafaj vagy récefaj előfordulhat. Hát itt majd figyelni kell a húzáson, hogy csak tőkés récét szabad lőni. Nagyon szép, jó, ügyes a kutya is, nem rágta meg, gyönyörű szépen hozta. Na, mit szólsz, Guszti? Azért remek, ez elég remek, gratulálok. Ez gyönyörű példány. Gyönyörű, nagyon szép példány. Ugye az első a tied lehet, jó? Ezt jó. Neked felajánlom. Nézd oda, a fátyolnak is ízlik. Merkúció! Merkúció, Tibát! Hagyjátok már abba, urak! Herceg még nem tud Verona utcáin vívást. Gyere már, Merkúció! Merkúció, elég! Elég! Állj! Jó, jó, nyugodt. Dögvész mind a két családom! Mi? Megsebeztek. Ne félj, nem mély. Merkúció! 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 Hogy tetszett? Tetszett. Nagyon jó volt. Te is nem izgultál? De izgultam, mert... Ki fog győzni? Nem azért, hanem hogy megsebesítitek egymást. A fátyó nem izgult? Nem izgult, hanem beleélte magát teljesen. Én kicsit úgy éreztem már, hogy így a metakommunikációból, hogy amikor én veszélybe kerültem, már nem nagyon volt ilyen, de akkor szinte felnyűszített. Tudod, mikor szokott felnyűszíteni? Na, mikor? Amikor lángossal tömött. Igen. Nem tudom, hogy miről beszél. Nem, persze. Látod, Kati, ha vele van, erről beszéltem, ilyen helyekre hozza. Tehát igen, itt vannak, persze. Itt pihennek, miért és tudod, mi szokott ilyenkor lenni. Hát nem. És a süti. Nem egészséges, olajos, nehéz. Csak ezzel az a baj, hogy ez volt az a pont, hogy utána két napig ment a hasa. Erről beszélek, és ez ettől volt. Te honnan tudod, két napig még nem is volt nálad folyamatosan? Odehogy állandóan nálam. Ó, ne szórakozz. Jó, nézd, az igazság az az, hogy olyan kemény dresszúrában van része szerintem. Nem? Hát nálad? Nem dresszúra, figyelj. Jó, lehet, egy picit feszesebb vagyok, de azt gondolom, hogy következetesnek kell lenni. Látod? Látod? Mutasd meg, hogy szoktad. Úgy. Ha. Jól van. Ez most szerinted direkt volt, ugye? Hát persze. Meg a pizza, ugyanígy. Na, elég volt, most elég volt. Jó, most elég. Azt kérte a gazdit, hogy ne tőle, adjak neki. Törjél még tőle, dára, térjél, nem, tessék. Nem, elég. Na jó, ennyi volt. Nem mondok inkább semmit. Ne is.
Ernőnek és Fátyolnak ez lesz az első éles bevetése. Kicsit izgulok, hogy hogy fog ez sikerülni nekik, de azért gyakoroltunk elég sokat, dolgoztunk elég sokat. Mind a ketten ügyesek, úgyhogy bízom bennük, hogy jó lesz ez. Nagyon izgulok a következő vizsga miatt, mert hát ez az első vizsga, amikor én egyedül vezetem fel Fátyolt, és nyilván stresszelek, és nem szeretném, hogyha ezt ő megérezné és ráragadna. Szeretném nagyon, hogyha jól teljesítene. Azt gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk. Ő tényleg mindent megtett azért, hogy eljussunk idáig. Iszonyatosan büszke vagyok rá egyébként. És hát semmi más nem szeretek, mint hogy jól teljesítsen és hogy sikerüljön. De bízom benne. Menni fog szerintem. Szép napot! Csővár Berki Fátyolt hoztam regisztrálni mindenes vizsgára. Jó, elkérném akkor a törzskönyvet, jó? Akkor így rendben is vagyunk. Köszönjük szépen. Gyere. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyarországi Drótszőrű Magyar Üzlet Tenyésztők Egyesületének a mindenes vizsga, őszi tenyészvizsga, alapvizsga tenyészszemléjén. Tisztelt bíró sportársak, Kis Ernő Zsolt vagyok, és Csővár Berki Fátyolla a feladatra jelentkezem. A végrehajtandó feladat ismert? Igen. Abort! Feladat az teljesítve van. Köszönjük a végrehajtást és a vezető meg a kutya munkáját. Tisztelt bíró sporttársak, Csővár Berki Fátyolla a feladatra jelentkezem. Vizsla az indításnál tökéletesen felvette a szakatlanból a szagot, majd végigment. Ott gondolkodás nélkül lenyúlt, felvette a nyulat, fordult vele és jött vissza. Itt tökéletes átadás volt. Tisztelt bíró sporttársak, Csővár Berki Fátyolla a feladatra jelentkezem. Feladat ugye a következő erdei cserkelés. A kutyát póráz nélkül vezetjük, hűvösig elmegyünk, lefektetjük a kutyát. A puskással én tovább sétálok, két lövés fog elhangzani, 2 percen belül, és utána egy picikét várunk, és a kutyának helybe kell maradni, és utána vissza lehet sétálni a kutyához. Részünkről a feladat sikeres volt, a Phantom meglett a végén, a feladatot 4-esre osztályoztuk. Köszönöm szépen. Gratulálunk. Köszönjük.
Tisztelt bíró sporttársak, Csővár Berki Fátyóla a feladatra jelentkezem. Orrhasználat, orjóság 4-es, keresési mód 4-es, vadjelzés utánhúzás 4-es, vadmegállás 4-es, viselkedés, vadkerés a 4-es, viselkedés lövésre 4-es, engedelmesség mezőn 4-es, hogy maximum pontszámot kapott a kutya mezőn. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az embereknek van egy rossz beidegződés a vadászattal kapcsolatban, mert hogy nem igazán ismerik. Én azt tudom elmondani, hogy amióta egyáltalán belecsöppentem a vadászatba, ebbe a világba, azóta sokkal közelebb kerültem a természethez. Sokkal többet vagyok kint a természetben. Jó volt látni azt, ahogyan a Fátyol is viszonyul ehhez az egészhez, ahogyan ő megéli ezt a szenvedélyét, és ezáltal én is megélem azt a szenvedélyt, amit ő űz, és amit ő igazán szeret. Azóta sokkal elmélyültebb lett a kapcsolatunk is, és azt gondolom, hogy ez hozzátartozik ugyanúgy a történelmünkhöz. Tehát a vadászat, mint olyan, ez egy olyan ősi foglalkozás, amit nem lehet megvetni, hanem meg kell próbálni elfogadni. És ha jobban megismerjük, akkor szerintem nem is olyan nehéz ezt elfogadni. Szeretettel köszöntünk mindenkit a kétnapos vizsgánk második napján. Mai nap a víz, mező, illetve tenyészemle lesz. Köszönjük szépen a feladatot, kutya nagyon szépen teljesítette, nagyon szépen végigment a szárnyas vonszalékon, a végén fölvette és gyönyörű szépen ülve átadta, az osztályzatok elhozás 4-es és a vonszalék kidolgozás 4-es. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon ügyesek voltak, Ernő nagyon magabiztos volt, Fátyol tette a dolgát, úgyhogy örülök neki. Jó napot, Duszi bácsi! Jó napot kívánok! Mi újság? Hát köszönöm szépen, nézelődök itt a én is. Forgatagba. Először vagyunk, de olyan, mint egy búcsú lenne. Hát igen, egy vadásznap, tulajdonképpen egy búcsúval egybekötött vadásznap ez.
országos jelentőségű, hát itt a vadászok találkoznak. Nagyon sok esetben semmi gond. Nem csak azért érdekes ez, mert a vadászok találkoznak itt, hanem ma egy különleges nap van, a Magyar Vizsláknak a Világszövetsége megalakítása, bejelentése történt. Az igen. Úgyhogy, és hát itt az őshonos vadászkutyák közül a drótszőrű magyar vizslát nézem én. Mennyire népszerű a drótszőrű? Hát tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy töretlenül, de hála Istennek nem annyira, hogy a divat elrontsa. Igen. Tehát én mindig hangsúlyt folytatok arra, hogy azt a fajtát, amelyiket a divat fölkapja nagyon, az annak meg vannak számára. Igen, azért ez a kutyatartás azért manapság az is egy divatos dolog szerintem. Eleinte bevallom őszintén, én is úgy voltam vele, hogy ilyen kettelésből majd kanapékutyának vagy bárminek jó lesz, de azért sokkal többről szól ez, be kell látni. Igen, és nagyon sokan nem veszik tudomásul, hogy igen, egy munkakutya van így a kezükben. Így van. Tehát így itt van. Ez egy nagyon nagy probléma, és a kiállítás abban rontja el a tenyésztőket, hogy csak arra összpontosítanak, a belső tulajdonságokra meg nem. Na most ezeknél a fajtáknál, a munkakutyáknál a belső tulajdonság elsődleges. Én is szeretem, ha szép kutyával vadászom, de legyen jó és szép. Igen. Nagyon sok sikert kívánok hozzá, én tényleg. Is. Minden jó. Nézelődj tovább. Hát megyek a vásári forgatóba, olyan a búcsú. Köszönöm szépen. Minden jót. Szervusz. Sziasztok! Hello! Most ne ugorjál, könyörögbe kérlek, okos vagy nagyon, de most ne ugorjál. Figyelj, csak dumálni akartam veled a múltkor innen. Picit túltoltam. És tényleg nagyon hálás vagyok, amiért ennyit segítesz. Képzeld el, még egy etológushoz is elmentem. És azt mondta, hogy ez így tök rendben van, és hogy ez lehet. Lehet ilyen, hogy a kutyának mondjuk két gazdia van, és akár ugyanúgy szerethet téged is, mint engem, és ez nem fog a mi kapcsolatunk rovására menni. Úgyhogy... Köszönöm, hogy elmondtad. És én is tartozom neked egy vallomással, hogy azt hiszem, hogy én is túltoltam egy kicsit, mert az a sok idő, amit együtt töltöttünk, én úgy éreztem, hogy fel vagyok arra jogosítva, hogy az enyém, az én kutyám, Fátyó. És azt hiszem, hogy kicsit hülyén nézhettünk ki, hogy versengtünk a kegyeiért, nem? Igen, valamilyen szinten érthető, de... De talán ez az egész valami jó dolgot is kihozott belőlük. Rád nézve mindenképp jó hatása volt szerintem, nagyon sokat változtam. Úgy érzed, hogy előnyömre változtam? Igen, előnyöm. Hát volt előttem egy példa, és azt próbáltam leutánozni, csak egy kicsit ezt nem is túltoltam. Emlékszel arra a szerepre, ahol szakállas pasit kerestek és téged toltalak? Aha. És? Megneveztettem és megkaptam. Megvan, ez az! Grat. Köszi. Gratulálok. Még úgyhogy... egyszer, bocs, és kösz. És akkor talán borítsunk pártlat a múltra. Kösz. És egy embernek a kapcsolata az igazán ilyenkor tud elmélyülni, mert ő azt érzi, hogy megkapja azt, amire szüksége van, legalábbis azt remélem, hogy megkapja, és ezt érzi. Én pedig ő által kaptam egy olyan új, lehet ezt hobbinak nevezni, nem tudom, de abban egészen biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon jó érzés kijönni vele a természetbe, és megélni ezeket a pillanatokat, és látni rajta azt az örömet, és érezni azt a bizalmat, amit én kapok tőle, azt a hűséget.
Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy egyszer az életben tapasztalj meg ezt a fajta kapcsolatot kutya és ember között.